Engedjék meg, hogy megköszönjem először is a Harasztékreknek a gyönyörű műsort. Tisztelt megjelentek! Báltony Terenye Város Önkormányzata nevében köszöntöm Önöket a 2017-es Kastélykerti Majálison. Külön tisztelettel köszöntöm Becsó Zsolt országgyűlési képviselő urat, Skuci Nádor urat, a Nógrád megyei közgyűlés elnökét, Nagy Majdon József urat, Báltony Terenye Város polgármesterét. Tisztelettel felkérem Becsó Zsolt országgyűlési képviselőt, mondja el ünnepi gondolatait. Jó napot kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit! Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan eljöttek. Hál' Istennek egyelőre az időjárás is kegyeibe fogadta ezt a rendezvényt. Ha május 1-e, akkor alapvetően miután így szocializálódtunk, a munka ünnepe jut az eszünkbe. Kevesen tudják, de más fontos események is kötődnek ehhez a naphoz. Például május 1-e egy katolikus ünnep is, a munkások védőszentjének, Szent Józsefnek az ünnepe is, és emellett a szerelem ünnepe is. Néphagyomány szerint ezen a napon a legények a szívük választottjának májusfát állítottak. Nem tudom, hogy ez a néphagyomány éle még itt Bátonterenyén, de jó lenne ilyenkor látni minél több májusfát ebben a városban is. És természetesen május 1-éhez nagyon sok más esemény is kötődik. Egyrészt a magyar, másrészt pedig a egyetemes világ történetből. Talán ezek közül is a legfontosabbak egyike volt, hogy ezen a napon 1576-ban választották királyá, például Báthori Istvánt, lengyel királyá, erdélyi fejedelemként. Vagy ezen a napon, 2011-ben avatták boldoggá második József pápát, vagy második pápánkat. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg ez egy kitüntetett ünnep mindannyiunk számára, kitüntetett ünnep a szívünk számára. És engedjék meg, hogy miután ez egy piros betűs ünnep, három nagyon fontos bejelentést is tegyek most önök számára. Az egyik, hogy bár Bátonterenye városának mindig is nagy lehetősége volt arra, hogy a közfoglalkoztatás területén több száz embernek munkát, megélhetést adjon, de hát úgy alakult az élet, hogy bár akár 1000 embert is be lehetne fogadni a közfoglalkoztatás keretein belül, de hát ebben az évben még a 400 fős kvótát sem tudják feltölteni, de higgyék el, ez jó hír, mert ez azt jelenti, hogy nagyon sokan a közfoglalkoztatottak közül az elsődleges munkaerőpiacon találtak megélhetési lehetőséget. És azt gondolom, az is egy fontos, bejelenteni való esemény, hogy május 4-én itt a városban kerül sor majd a munkaterület átadási procedúra megkezdésére, magyarán a 21-es főközlekedési útnak még a hátralevő két szakaszának a megépítése is rövidesen el fog indulni. Ez pedig azt jelenti Bátonyterenye, a térség Salgótarján életében, hogy végre ez a térség is bekapcsolásra kerül az ország gazdasági vérkeringésébe. És van egy harmadik jó ír, és ezt majd a hónapi nap folyamán fogjuk sajtótájékoztató keretében bejelenteni, hogy végre több éves előkészítő munka után itt Bátonyterenye város életében is végre elindulhatnak azok a fejlesztések, amelyek talán otthonosabbá, szebbé tehetik ezt a települést. Olyan fejlesztésekről van szó, amelynek eredményeképpen megújulnak közterületek, szociális városrehabilitációt tudunk eszközölni, zöld városprogramot tudunk végrehajtani, a bölcsődét tudjuk fejleszteni, épületenergetikai fejlesztéseket tudunk elindítani, kerékpárutat fogunk építeni, és majd, hogyha majd meg lesz erre vonatkozó döntés is, értelemszerűen az ipari parki fejlesztéseket is tovább tudjuk folytatni. Ennek eredményeképpen reményeink szerint még több új munkahely tud létrejönni, és még gazdagabbá tud válni ez a város, ennek a városnak a térsége. Úgyhogy én örülök annak, hogy Bátonyterenye város önkormányzata az elmúlt hetek, hónapok során tényleg megfeszített munkát végzett annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések, előkészítések előjönnek, és hát tényleg már csak napok választanak el, hogy a pozitív döntések is megszülessenek, és végre elindulhassanak ezek a fejlesztések Bátonyterenye város életében. Én szeretném még egyszer megköszönni, hogy itt vannak velünk, érezzék jól magukat, és hát építsünk tényleg egy gyarapodó, virágzó várost itt Bátonyterenyén.
köszönöm Becsó úr gondolatait, és mivel majál is van, nem telhet el úgy május 1-i majál is Kisterenyén, Nagybátonyban, hogy ne történjen kispályás labdarúgó torna. Ez zajlott reggel óta, itt 6 csapat vett részt ezen a tornán, megszületett az első, második, harmadik helyezettek. Szeretném felkérni Nagymajdon József polgármester urat, hogy fáradjon a színpadhoz, díjátadás következik, a tornának a díjazottjait várom a színpadnál. Köszönöm. Akkor harmadik helyezett az MBSC csapata. Kérem őket a színpadra. És gratulálunk nekik a harmadik helyezettnek. Egy tapsal azért díjazzuk őket. Második helyezett lett a Koló-Koló csapat. Kérem a vezető, felre, gyere! Így van, biztassuk tapsal őt is. És akkor az első helyezett, Sose nyerünk csapata, ők kapják az első díjat. És akkor megkérném, ne menj el, megkérném a közönség, nagy tapsal jutalmazzuk őket.